Mehet. De is van kapcsoló? Őfelé. Te nyomjad föl. Aha. No. Takács Jutka vagyok, ha megengeditek, akkor mindannyiunk nevébe szeretném megköszönni Margitkának, és nem tudom még, hogy kik vettek részt a szervezésbe, hogy ezt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kirándulást megszervezte, mert azt hiszem, hogy mindannyiunknak egy különleges élményt nyújtott. Még egyszer köszönjük, és a gépkocsi vezetőnknek is köszönjük szépen, és tovább is minden jó. Én viszont köszönöm a részvételet, és bízom benne, hogy a jövőben majd azért, ha nem is mindig én, de biztos, hogy lesznek kollégák, akik fognak csinálni, és arra engem fognak meghívni, mert ez is egy lehetőség. De van még egy meglepetésem, itt az egyik utitársunk úgy vette fel a dolgokat, hogy DVD-t tud belőle csinálni. Ha egyszer valakinek esetleg kellene, 1000 forintért megkaphatja a mai utunkat DVD-n, és hogyha föl tudnátok írni a nevet meg a telefonszámot, már is mondom. És remélem a klubokba elmesélitek meg a szomszédasszonyoknak is, hogy azért vannak ilyen lehetőségek, ami hát drága, de mégsem az a borzasztó drága, ahova tényleg az ember elmegy és kitágítja egy kicsit a horizontot, és nem csak a szürke falba nézegetheti otthon a lakását, mert ez ugyanakkora marad. Tehát, ahol a DVD-t akitől meg lehet kérni, az Polgár Sándor 410 28 85 avagy 0670 207. Gyorsan mondtad. 0521. Na most akinél viszont az e-mail az jól, akkor mondanám. Polgár 99@teonline.hu. És én is köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok. Köszönjük a sofőrünknek ezt a jó vezetést. És ahogyha nézzük, már lassan megint itt vagyunk Budapesten. És akikkel viszont rövidesen ugye találkozunk, mert megyünk a Viktóriára, az Operett Színházba, és ahol 75-en fogunk lenni, legalábbis az én általam szervezett dolgokban. Jó? És akkor a viszontlátásra, és mindenkinek jó pihenést kívánok! Köszönjük! Jó, köszönjük!